Ellentétes félidők, fordulatos, az utolsó pillanatig izgalmas, hangulatos mérkőzés. A listavezető HR Rend Kozár Michelin labdarúgó csapata a Vác FC együttesét fogadta az MB3 középcsoportjának 30. fordulójában. A találkozó 9. percében Szabó Dominik jobb szélről gurított középre, ami nem volt jó Kirtnernek, a labda Tóth Zoltánhoz került, ő pedig fordulat közben a bal alsó sarok mellé lőtt. 20 perccel ezután egy vendégpróbálkozást Somogyi védett vetődve. Majd a 35. percben szemfüles góllal szerezte meg az előnyt Csank János együttese. Tóth Levente észrevette, hogy Somogyi kint áll a kapujából, és így félpályáról kapura ívelt labdája a hálóban kötött ki. A 42. percben Vajda lőtt 19 méterről fölé. Majd 2 perccel az első játékrész vége előtt Berdó ugratta ki Tótot, aki éleszögből kapufát lőtt. Aztán a túloldalon Tóth Levente került helyzetbe, közeli lövését Somogyi lábbal hárítani tudta. Szervezetten és agresszíven játszott a Vác, és 1-0-ás vendégelőnnyel mentek rövid szünetre a csapatok. A fordulás után az 50. percben Kirtner passzolt nagyszerűen Tóth Zoltánnak, aki befordult és a bal alsó sarokba lőtt, a játékvezető azonban lest ítélt. Az 55. percben Vajda szerzett labdát az ellenfél 16-osán belül, lövését először becsúszva Mercse hárította, majd a kipattanót ismét kapura lőtte Vajda, ezt Nagy Zoltán tisztázta. A 62. percben egy jobboldali beadás után Tóth Levente lőtt kapura, a jobb alsó sarokból Somogyi még kitornázta a labdát, de a kipattanott Torda közelről a kapuba vágta, így már 2 gólra nőtt a vendégek előnye. A 67. percben Tóth Zoltán lövését blokkolta Mercse. A 71. percben tudott szépíteni a Kozár Michelin, Vajda jobboldali beadását Gaják fejelte le Turinak, aki kapásból a kapu bal oldalába lőtt. Alig telt el 1 perc, és már is kiegyenlítettek Acél Zoltán tanítványai. Egy hazagurított labdát Molnár ki akart rúgni a mezőnybe, de Nagy Erik rárontott, és róla a kapuba pattant a labda. A 74. percben Kirtner ugratta ki Turit, aki lövés helyett középre passzolt, labdájáról azonban mindenki lemaradt. A végjáték is tartogatott izgalmakat. A 81. percben Kirtner passzolt Turi elé, aki éleszögből lőtt, lövése egy védőről pattant szögletre. A 84. percben Tóth Zoltán beadását készítették le Kozicsnak, aki a hosszú felső fölé tekerte a labdát. Majd 2 perccel a rendes játékidő vége előtt Kirtner beadását Nagy Erik rúgta a kapu mellé. A találkozón így 2 gólos hátrányból állt fel Acél Zoltán együttese, és döntetlenre mentette a mérkőzést. A HR Rend Kozár Michelin labdarúgó csapata 30 veretlen fordulón van túl, és továbbra is 13 pontos előnnyel vezeti a bajnokságot. Folytatás húsvét vasárnap a Paks 2 ellen. Az első fél idő miatt mindenféleképpen gratulálok a Vácnak, mert jól megszervezte a csapatjátékát. Azt nem mondom, hogy nagy bajunk volt az első 10 percben, hiszen a Tóth Zolinak volt egy nagyon százas helyzete, és azért voltak lehetőségeink, viszont ott engedélyeztünk. Hát nem játszottunk jól, sem a védekezésünk, sem a labdaszerzéseink, sem a támadójátékunk nem ült, egy gyenge első fél idő volt. Én ezt mondtam a csapatnak, hogy ilyen van. Hát az a baj, hogy itt már nagyon sokat várunk önmagunktól, mert egyébként nem szól nekünk senki, de hát nagyon sokat várunk magunktól, és belefér egy ilyen, fáradnak a játékosok. Nem véletlenül rotáltam, próbáltam, hogy egy kicsit frissebb játékosok játszanak. És viszont az kell, hogy mondjam, hogy amit a második fél időben csináltak, azt még nézném. Tehát valahol azt mondtam nekik, és ez nagyon, nagyon furcsa persze, mert egy edző nagyon örül egy győzelemnek, hogy én nyertünk úgy 1-0-ra a meccseket, hogy nem tetszett a játék, hogy nyögvenyelős volt, hogy kivétek egy büntetőt a végén, hogy kis szerencsénk volt. Ez, amit mi csináltunk, ha ezt a meccset nem nyerjük meg, akkor is ez persze káprázatos volt, tehát így mellénk álltak a szurkolók, a gyerekek, tehát ez jó volt látni. Szóval én úgy érzem, hogy 1 perc alatt egyenlítettünk, és utána alsó hangon volt 8 zicserünk körülbelül, amire rossz döntéseket hozunk, ahol paszt választunk a lövés helyett, úgyhogy én úgy érzem, hogy meg is nyerhetük volna a meccset a második fél alapján, viszont az első fél időt látva, az meg elég gyenge volt, úgyhogy így én is azt mondom, hogy reális az X a két fél idő. Ellentétes volt, de csodálatos volt, amit a csapat a második fél időben csinált, ezt végignéztem volna még egy 10-15 percig, akkor valószínűleg be is daráltuk volna, úgyhogy tisztelet nekik, nem gépek, nem várhatjuk el, de megtartották a veretlenséget. Most ez egy pozitív dolog,
meg a hozzáállásuk, meg a játékuk helyenként, úgyhogy gratulálok nekik, és gratulálok a Vásznak is. Igazából ez bravúr pont, mondtam is a csapatnak, hogy hogy a meccs előtt, hogy itt tényleg férfi munka lesz, nyugodtan játszom mindenki, itt azért nem elvárás, hogy a Vác pontot, vagy pontokat szerezzen. Tényleg az első fél időben talán ők egy kicsit vékonyabbak voltak, hogy úgy mondjam, elég szervezetten dolgoztunk. Hát a gól az bravúros volt, egyébként levezetéskor szoktunk kereket rúgdosni, üres kapulóba bemenni, hogyha távolról üres kapuba berúgja, mint úgy futnak, és akkor az a futás is mindig rúgni kell. Ez a srác viszont nagyon jó rúg egyébként tényleg. Észrevette jó, hogy kinnál a kapus. Még a második gól is jó volt, de hát utána kicsit benyomtak. Egyébként egy nagyon jó csapat, jól is játszanak, tehát nagyon jól gyorsítják fel a játékot, egyérintőznek ott a végén, ezeket a fölpassz, visszapaszt pedig mondtam nekik, hát ezt kajoltuk. Hát nekünk azért, tehát ők életkorban is jobbak, mint mi voltunk. Tehát pont olyan korban vannak, 24-től 27-ig, 28-ig, ami ér most a legjobb futballkor. De most ez szép volt. A csapat jó, felkerült ők, hát ez a Kozám is nagyon jó munka, folyik, ezt lehet látni, jó erőben vannak, tudják, mit akarnak. Megfelelő magasság is megvan, tehát elég nehéz fogást találni rajtuk, nem hiszem, hogy sokan tudnak majd az ilyenekennyire, hogy mi megcsináltuk itt pontokat szerezni. Én szurkolok nekik mindenképpen.